Nézzük meg ezt a F1 22 menedzsert, plusz azt követően pedig tenisz menedzserezni fogunk. És is kilépés. Haladtunk a bajra. Fasza. Tehát én szerintem gyorsan hozok valami burkolni valót. Hol van ez a videó? YouTube-on gondolom. Egy 22 Malager. Hát ez egy 5 perc, 40 másodperces videó. Hát ennek a a játékhoz nem sok köze van. Baszki. Hát... De végül is. Adtak egy-két érdekes dolgot. Nagyon kíváncsi ezek a grafikára. Hát ami képeket eddig lehetett látni erről a játékról, az brutális. Olyan grafika lesz benne szinte, mint a... az F1-es játékokban. Be the boss. Ez az a videó? Hát ez nem túl nagy duranás, de... De megnézzük, de függetlenül. Méghozzá hamaros. Pillanat türelmet kérni, gyorsan hozok valami valót, mert valami kell most már. Pár percig türelmet kérnék. De megnézzük ezt összenetet. Lesznek olyan tartalmak benne, amik biztos, hogy újak lesznek számunkra. Tehát én még nem tudom elindítani normál. Na nézzük ezt a csodát. Marhára kíváncsi ezek erre a játékra. Fans, me included, are fascinated by all the components, all the moving parts. You know, an F1 race is a very, very intricate, complicated thing. All of those interactions with the drivers, the team, nem, changing the cars, all of those sort of design changes, I find really fascinating. Ami nyáron jön ki. Mikor? Van erről really már info, konkrétan? In F1 Manager 2022, you take on the role of team principal. A team principal is really at the heart of a Formula One constructor team. Bekapcsolom a magyar feliratot. Hát ha. Management games are all... about making key decisions. You in F1 Manager 2022, you take on the role of team principal. A team principal is really at the heart of a Formula One constructor team. Management games are all about fordítás. Have meaningful impacts, and that really rings true to the role of the team principal. I think for the fans playing this new game, it's going to be a fascinating insight to a different side of Formula One. Because we all think of the drivers, and I think the engineers have a reasonable profile. But I think through the game, you're going to understand all the work that needs to be done to build the relationships between the drivers, the engineers, the factories, so everyone knows what they're supposed to be doing. To create the foundations and build the substance for a team to be successful. The team principal is the person... De pontosan szerintem emiatt nem fejlesztik részletesen már ezt az F1. Tehát a Codemasters-es F1-eket. Mert gondoltam erre korábban is, mikor így bemutatták ezt a játékot, hogy azért, tehát azért a két játék között meg kell hagyni
kis, tehát el kell választani az egyiket a másiktól valahogy, és azért mindenki olyan fokunk olyan funkciókat vár a kódbászerszes F1-be is, ami igazából leginkább ebbe az F1 menedzserbe illene bele, szerintem. Sok ilyen dolog van, és sok ilyen dolog fog ebbe majd bekerülni, ha nem is most egyből, a következő verzióban tuti, és tehát közben meg a kódbászerszes Forbennek is kell fejlődnie van. Bekerült ez az F1 Life, nem tudom, tudna majd még a következő években vitani. That holds an eclectic bunch of people together and finds a way to make sure every single one of them is motivated to the fullest extent of their ability. It's a very special person that excels as a team principal. Traditionally for racing games you are the driver. This is really all about team management. For the first time it's letting players experience what it means to be a principal in F1. The player gets to choose. Azt a büdös! Az igen! Ez Lökler konkrétan! Hát ez... Jó, lehetne sokkal jobb grafika, de hát menj már! Hát ez konkrétan jobb grafika van ebben a F1 Managerben, mint a Codemasters-esben. Menj már! Na ilyen exkluzív képeket fogunk látni majd ebben a videóban. Hát ez azért egy egészen király, nem? A Formula One. Russell, úristen. Team of their choice. They can decide, you know, how they're going to develop their team. There's multiple different avenues for you to kind of spend your budget. Each one will kind of. Jézusom. Pénzügyeket itt lehet majd menedzselni. Áttekinteni. To define what kind of team principal you are. Jó, nagyon jó, nagyon jó. De jó, de jó. Okay. The board is the players' boss effectively, so they're who you're going to answer to throughout your career as a team principal. They'll set you a target. Tehát a szabályokról külön lesz leírás majd, ezek szerint. Target every season in the Constructors Championship where they want the team to finish, and meeting or failing that target will have a large impact on their confidence in you. Ja, célkitűzés és társai. The player to feel all the rewards and all the challenges that come with being the team principal, from hiring a new driver, hiring a new member of staff. Mindenkinek szép kis képe van. Going through defining what the car philosophy is going to be and how you develop that car. That's all. És itt van a csapat mérete. Ezeket is majd lehet menedzselgetni. És gondolom a központ fejlesztésekhez lesz ez kötve. Jön érzésem. Lehet ezeket majd kitolni, hát minden menedzser játékban ez valahogy így volt. Encompassed in our gaming experience, everything that you decide is going to have an effect further down the line. So there's a number of different ways in which you can kind of try to develop your team, both over the season and over a long term. You might decide to. Ja, és akkor itt van a központ. Improve your headquarters itself, so you can upgrade and. Van szélcsatorna, konkrétan. You might decide to improve your headquarters. Design center. A Fabri show. Design center. itself, so you can upgrade. Itt van, hogy mit befolyásol. Nagyon király.
Egy kis apró értékek, 0,02%-a, jó ég! Ég hűtés! Na, ez tök jó, tök jó. Hú, hát ebből simán lesz 24 órás adás, nem? Hogy megjelenik. Mikor jelenik meg? Augusztus vége lenne jó. Motorhűtés. Ilyenekre is majd oda kell figyelni, ezek szerint meg a fékhűtése, bakker. Ezek szerint ugye. Ez egészen biztos, hogy ez is bele számít. Ugye az a céljuk, hogy minél jobban megismerd egy teljesen más oldaláról a Forma 1-et, ezt a sportot. És ne úgy, mint a, tehát a, ne úgy, mint a Codemasters-be. Codemasters-es F1-vezetet. Kicsikét, hogy részletesebb akarják ezt. Nem kicsit, jobban. Tehát első játékú igazából ennek a fejlesztő brigádnak, mármint ilyen Forma 1-es. Odát azért nem kell várni, de jó alapot, hogyha csinálnak, akkor utána már nyugodtan lehet verni a harci dobot, hogy na, még jöhet, gyerünk. More on staff, more directly, so you can hire staff members from other teams, rival teams, you can scout them, they're gonna hopefully have an impact on your ability to develop your car and win the races. The car development really is very flexible. There are many different ways you can approach it, you know, whether it's trying to kind of iron out weaknesses in your car as it is, or emphasize strengths so you can go for kind of podiums at particular tracks or researching for next year's car. As the team principal, you're going to be making all the key decisions. So within the race itself, that's things like setting the strategy for the race. So when is the car going to pit? What tires are you going to fit in those pit stops? Obviously, things are always changing. There could be cars that you're not expected to be in front of you. Maybe the weather changes. So you're going to have to be adapting that strategy throughout the race. Usually there's, you know, something that you didn't count on, there's some unpredictability there, or there's some opportunities to, you know, gain an extra tenth of a second on your lap time. We want the player to feel like they have the opportunity to gain those fine margins. Everything to do with how you manage your tires during a weekend, how many soft, medium or hard tires you have going into the race. That's really going to make a difference in this game as well. The other key decision that's part of your strategy during the race is when the driver is on track, giving them commands for kind of their pace management and managing their fuel flow. So using those to maximize your strategy that you've planned prior to the race. After the race day, you're back at the headquarters. You've got an inbox full of emails. You've got important decisions about which car part. De elég sok információ rendelkezésünkre fog állni egy nagy díj előtt, én úgy érzem. Már lehet, hogy túl sok. Annyi információ lesz, hogy itt mire megtalálja az ember a meta taktikát. Hűha. Rossz. You develop which staff you hire and fire, so it's hogy hogyan lehet fejleszteni az autót, erre leszek még nagyon kíváncsi. Really excite me, and hopefully a lot of players when they play this is the depth of the game that we've created. It's not sort of basic tactics. There's a whole depth and a backstory to the game that the player can explore. The key. Itt lehet csapatot választani, gyönyörű, gyönyörű. Thing with a game like this is that realization that you've got to make those decisions, strategic decisions that happen across the races and during the races. And how those dynamics can change in literally a few minutes. That's what really sort of drives me, I think, makes me excited about this game. Nagyon jó hangzik ez a játék, viszont a játékmenetről eddig mi nem láttunk képeket, úgy Isten igazából. Hát a pályákról már láttunk képeket, ez brutális volt, hát ez tiszta Codemasters, ami nagyon durva egy menedzser játékba. Viszont mi van a többivel? Tehát, hogy nagyon titkolóznak így erről. Nincs valami dátum? Esetleg nincs. Így sincsen dátum. Érdekes hangzik ez a játék továbbra is nekem. Nagyon-nagyon. Kíván mit érdeke? F1. Egy manager. Kivásárlistán már ott van. Coming soon. Ennyi van kiírva.
marha jó. Mit gondoltok róla? Ön is kéne bele, hogy egy fejlesztés rossz irányba megy, és csak rosszabb lesz? Olyan, hogy a szélcsatorra rosszul van tervezve, és folyamatosan rossz eredményeket kapsz. Nagyon jó ötlet. Kiváló ötlet. Hát ezeket simán bele fogják tenni szerintem. Idővel. Tuti. Menedzserről beszélünk. Ez a sport része. Láttunk már ilyenre példát, nem egyszer. Például elindul egy szavadás egyébként. Hogy tetszik a játék. Lehet szavazni. Öt opció van egyébként szavadása. Így a legegyszerűbb egyébként így röviden többen állás foglalni a játékkal kapcsolatban, viszont hogyha valakinek van írásos véleményed, akkor ne tartsa magát. Mit gondoltok róla így részletesebben? Sok a szöveg, kevés a kép. Jaj, igen, hát a menedzser játék. Teljesen még. De most már egy menedzser játékban nem elég az, hogy sok a duma. Meg az, hogy nagyon részletes. Tehát kell az a grafika, kell egy kis csinadratta is, úgy gondolom. Hát... Nekem furcsa egy picikét, hogy ennyire titkolóznak a játékmenettel kapcsolatban, mert arról tényleg még nem láttunk felvételeket. Tehát, hogy valamiért megint jött egy kis csöppentés ebből az információ áradatból, az információkról, ilyen is lesz az a játék. Ez egy jó videó volt egyébként teljes mértékben, viszont még mindig nem teljesen kielégítő. Hát én kíváncsi vagyok, félek attól, hogy azért lesz valami rossz csavar. Tartok tőle legalábbis. Ez a pontos. De ne legyen igazam természetesen, ne legyen. Semmiképpen ne legyen. Mit lehet? Kicsit olyan nézésem van, hogy nem is nagyon akarják a Codemasters-es F1-ről levenni a hype-ot. Mint hogyha direkt azért így picikét titkolóznak. Szerintem hónap végén megjelenik, itt június végén megjelenik a F1-22, és akkor utána eltelik egy-két hét, és akkor talán elkezdik majd csöpögtetni jobban az infókat, vagy nem tudom. Lehet, hogy már akár 2-3 hét múlva is jobban jönnek majd az infók, de kell jönnie, mert nagyon fura ez a titkolódás. Nem... Ez még a rendszer követelmény sincs kirakva, skacok. Steamre. Lehet, hogy már máshol van erről info, de én nincs kirakva, szóval titkolóznak, miért titkolóznak? Tehát valami titokzatos, akkor könnyű belelátni ugye egyből a rosszat, bármit, egyében. Szia, Vadam! CD Keys oldal a június 30-at ír. Hát az nem létezik. Ez komoly? Hát az akkor óriási tökönszúrás lesz saját maguknak. Hát ekkora hülyék nem léteznek. Fia Tamás. F1 banag. Mi? 6700 forint ez a játék? És tényleg ott van, június 30. Mi a lószar ez? Az meg, ez remélem, hogy full kamu. De 6300 forint ez a játék? 6, maximum 7000. Itt valami nagyon nem stimmel. Hát ez egy rakásszal lesz akkor, lényegében. Sok duma, az kész, ennyi. Ami ennyi pénzbe kerül mai világban, az mit tud?
MM után vajon ez után elfelejtődik, vagy majd átállnak a játékosok MM-ben ezután az Endurance-ra és a GT kategóriára? Jó kérdés, Bédoc, jó kérdés. Nem tudom. Sziaszt, Ordó! Hát most kis apróság, hát ez szerintem tök jó. A versenyzőkről van ilyen kép, az ez biztató. Tehát igényesen néz ki ez a játék egyelőre. Fent van már a hivatalos gépigénye is, elvileg legalábbis a GamePod hírben lehozta. Ha el tudod küldeni esetleg, Tabás? Valahogy. De most őszintén. Nem mint hogy eddig hazudtunk volna egymásnak, de ez az F1 22. Ez nem a, tehát az F1 menedzserről van szó. Hát a Forma 1 menedzserről. Forma 1 menedzser az egy teljesen új játék. Forma 1 menedzser 2022 egész pontosan. És a Forma 1 22 is egy teljesen más. Egyik menedzser, másik meg nem. Semmi baj. Meg van lőve mindenki, nem jönnek az információk, úgy érzem, Fénycíszett publikum. Ugye? Meg vagytok lőve rendesen. Haha, én is baszki. Rendesen. Twitterükön mi van? Ja, hát most a képeket ide fölrakosgattál, hurrá, hurrá. Aszta, hát nem tudom, hát 30-án jelenik meg ez a játék. És akkor erről így miért nincs info valahol? De ez nem hivatalos. Tehát az a CD-kéz, ez hülyeségeket ír szerintem, ez fix. Miért írnak ekkora őrültséget? Persze, majd pont a CD-kész tudja nagyon jól, hogy mikor ez kiadva. Júli 30, hát józan parasz észel. Nem is kell józan parasz észre gondolkodni, elég, hogyha hülye adja gondolkodsz. Hát ez nem evidens, magától érthetődő, hogy két F1-es játékot nem adsz ki egy időbe. Tehát ilyen nincs. Ezt el tudjátok képzelni? És komolyan. Ez nonsens volna. Nagyon mérges leszek, hogyha ez így lesz. Irtózatosan. Hát most akkor melyikkel játszak? Egyiket jobban várom, mint a másikat, baszki. Ilyen hülyeséget. Franz Robert. Amlasz banda. Hát mindegy, talán minden a helyére kerül is. Ez egy durva megpróbáltatásokra nézzünk itt most edébe. Jó. Tehát mindegy, szombaton egyébként majd az F1 22 elemzős sorozat is folytatódni fog. Úgy néz ki, hogy van egy-két anyag, amit meg tudunk majd beszélni. Ott holnap után megpróbálok úgy felkészülni belőle. Akkor megnézegetjük az érdekes dolgokat majd az új tartalmakról. Van miről beszélni, hál' Istennek ismét. Tök jó. Jó. Nagyon jó. Na jó. Igazából. Putri Akadémia. Jó. Hát akkor, hölgyeim és uraim, szerintem vagyok, hogy folytatásban Tennis Manager lesz, ahogy a menetrendben is ki lett írva, nem olyan régen. Egy hónap. Tökéletes, Balú. Egyetértek. Az olyan, hogy jó is, nem is. Pont jó. Augusztus vége. Egyébként meg. Az lenne a legtutibb. Az nyilván nem egy hónap. Nem kettő, de augusztus vége, vagy szeptember eleje. Augusztus vége. Közepe. Igen.
akkor már nyaralás is meg lesz. Nem szeretnénk erről lemaradni, Balker, idegbajt kapok, hogyha erről lemaradok. Istenem.